1948-49-ben nem csak a politikában, de a különböző hivatalok iratkezelési gyakorlatában is nagy változás következett be. A korábban általunk is ismertetett sorszámos vagy alapszámos iktatási rendszert ekkor váltotta fel a közigazgatási számrendszeren alapuló irattári rendszer. A szisztéma kialakítása Botár Olivér nevéhez fűződik. Az ő koncepciójának az alapja az volt, hogy minden állami hivatalban tárgyak szerint csoportosítva iktassák az iratokat, egy egységesen kidolgozott irattári rendszer szerint. Minden tárgyhoz tartozott egy előre meghatározott rendszám, amihez mindenkinek hozzá kellett sorolnia a saját iratait. A rendszámok katalógusa 1949-ben egy egész kötetet megtöltött. Botár az akkori államapparátus rendszerét figyelembe véve az iratokat 15 osztályba sorolta. Ezeket 4, illetve 5 jegyű számokkal jelölte. Egy 4 jegyű rendszámnál az első számjegy mindig az osztályt, a második az alosztályt, a harmadik az ügycsoportot, a negyedik pedig a csoporton belüli helyrendet, tehát az iratok tényleges tárgyi csoportját jelölte. A megyei, járási és városi hivataloknál ezeket kellett alkalmazni. A községi jegyzőségek a rendszerhez illeszkedő, de attól részben eltérő folyószámokat kaptak, ami azt jelenti, hogy a községeknél 2, 3, 4, de akár 5 jegyű folyószámokkal is találkozunk. A korábban ismertetett iratkezelési gyakorlattal ellentétben az iratokat nem iktatókönyvben tartották nyilván, hanem tárgyanként kialakított iktatókartonokon. Ahol a hivatalnokok jól végezték az iktatást, a kartonok Botár Olivér számrendszerét követik. Ez például a Jászladányi Községi Tanács iratainál nagyon szépen látszik, hiszen a központi utasításoknak megfelelően itt még főcsoportonként el is választották a kartonokat. Minden karton 2 oldalból áll. A bal felső sarokban jegyezték fel az iratok folyószámát, mellette pedig, hogy az adott folyószám milyen tárgyat takar. A fejléc alatt sorolták fel a tényleges ügyiratokat sorszámonként. A kutatás szempontjából itt a névvezérszó című oszlop a legfontosabb, mert itt látható az irat tényleges tárgya. Optimális esetben, tehát ezen iratok között úgy tudunk keresni, hogy az első kutatási alkalomra kikérjük az adott szerv iktatókartonjait, ott megkeressük azokat a rendszámokat, amelyek a kutatásunkhoz szükségesek, és átnézzük az adott ügykörben keletkezett iratok listáját. Ha találunk olyan iratot, amely érdekel minket, a levéltáros számára ki kell írnunk az irat rendszámát, a sorszámot és az évkört is. Természetesen a publikálásnál is ez lesz az irat pontos jelzete, amit az alapadatok után fel kell tüntetnünk. Itt is előfordulhat, hogy az általunk kiválasztott iratokat korábban selejtezték, ezért a levéltáros nem tudja azokat kihozni a számunkra. Sajnos a kezelési feljegyzések, amelyek például a selejtezés tényét rögzítenék, sokszor lemaradtak az iktatókartonokról. Miért használtuk azt a kifejezést, hogy optimális esetben tudunk az iktatókartonok szerint kutatni? Azért, mert az 1949-ben bevezetett rendszer rendkívül sok elvi hibával rendelkezett, ráadásul a helyi hivatalokban dolgozók sem minden esetben tudták ezt a rendszert alkalmazni. Sok olyan példát találunk levéltárunkban is, amikor kiderül, hogy helyben saját kútfőből adtak az iratoknak rendszámokat. A szisztéma gyengeségeire a jogalkotó is hamarosan rájött, ezért már 1951-ben módosítottak Botár rendszerén. Az alapelv ugyanaz maradt, a rendszámok azonban csoportszámokká alakultak és jelentősen átrendeződtek, továbbá megszűnt a községi és a magasabb közigazgatási szervek közötti különbségtétel. Az iratokat továbbra is kartonokon tartották nyilván, amelyek igazodtak a belügyi közlönyben meghatározott tárgyi csoportokhoz.
A dokumentumokat tehát 1952-től is ugyanúgy kell kikérni és meghivatkozni, ahogyan korábban kifejtettük. Ez a típusú iratkezelési rendszer 1956-ig volt érvényben. 1957-ben a magyar köz- és államigazgatás áttért a sor- és alszámos iktatásra. A Rákosi korszakban alkalmazott rendszámos iktatásnak kutatói szempontból lennének előnyei, hiszen tárgyanként csoportosították az iratokat, tehát aki egy adott témában kutat, elvileg könnyebben megtalálhatná a számára fontos forrásokat. A valós helyzet azonban nem ez. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon sok hivatalban rosszul használták a rendszámokat, vagy nem vezették kellő alapossággal a kartonokat. Ennek következtében levéltárunkban is számos olyan font van, melynek 1949 és 1956 közötti anyaga az iktatókartonok alapján nagyon nehezen kutatható. Ezekben az esetekben az iratok szállanként történő átvizsgálását ajánljuk, mely igaz, hogy időigényes feladat, de sokkal nagyobb eredmény várható tőle. Nagyon fontos tehát, hogy azok a kutatók, akik ezzel a korszakkal szeretnének foglalkozni, előzetesen mindenképpen konzultáljanak a levéltáros kollégákkal, akik felvilágosítást adnak a vizsgálni kívánt iratanyag kutathatóságának részleteiről.